Üdvözlöm Önöket, a híradó után kezdődik a programpont, már is mondom a részleteket, tartsanak velünk! Köszöntik a nyarat és búcsúztatják a zenei évadot. A Miskolci Szimfonikus Zenekar Promenád koncertjét június 27-én tartja. Egy napon három időpontban találkozhatnak a zenekarral az érdeklődők a Nyári Színházban. Délután 4, 6 és este 8 órakor is. Kisvasutas kirándulás lesz június 25-én és 26-án a Salkaházi program keretében. A kiránduló vonatok reggel 3:48-kor indulnak a Lilafüredi Állami Erdei Vasút Dorottya utcai állomásáról. Újmosán kulturális, zenés programokkal és ebéddel várják a résztvevőket. Visszaérkezés előreláthatólag délután 4 órakor lesz. A kisvasútra előre megváltott regisztrációs jeggyel lehet felszállni, a helyszínen jegyváltásra nem lesz lehetőség. Péterfi Novák Éva, az Egy asszony című könyv szerzője Miskolcra érkezik. Az Egy asszony igaz történet az élet fájdalmas titkairól. Különlegessége, hogy bár a rettenetet beszéli el, mégis rendíthetetlen életöröm sugárzik belőle. Az írónővel Huszár Katalin rádiós műsorvezető beszélget könyveiről, Miskolchoz való viszonyáról, életről és irodalomról június 25-én, kedden délután 5 órakor a Megyei Könyvtárban. Lovas Ilyász táborba várják a gyerekeket 7 éves kortól. A tábor helyszíne a Diósgyőri vár, ahol délelőtt szakmai foglalkozásokkal, délután színes programokkal készülnek a szervezők. A tábor június 24-től június 28-áig tart. A tábor lakók megismerkedhetnek a lovakkal, belekóstolhatnak a munkalovaglás alapjaiba, valamint a lóháton történő íj és lasszó használatát is elsajátíthatják. Kedves nézőink, ennyi fért mai programajánlónkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket legközelebb is. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója Tommy Hilfiger, West End.